pedig az Éden Mazsaret csoport és a Tiszaújvárosi Derkovics Művelődési Központ fúvószenekara követi. A Hajdú Dorogi Mazsaret együttes idén ünnepli fennállásának 15. évfordulóját. Az Éden csoport tagjai 17-20 év közöttiek, repertoárjukba tartoznak a táncos koreográfiák, valamint az indulók, latin-amerikai táncok, a szamba, a mambo, a csacsa, a jive, és a magyar kultúra legfőbb tánca a csárdás. Rendszeres résztvevői a helyi, megyei, országos kulturális rendezvényeknek és szakmai fórumoknak. 2002-től az országos ifjúsági Mazsaret fesztiválokon is megjelentek, ahol bronz és ezüst okleveleket szereztek. A hajdúdorogi Mazsaret szakmai művészeti vezetője és koreográfusa Balogh Lucita. Művelődési Központ zenekara. Európa számos országát bejárták. A magyar...
magyarországi megmérettetésen 1998-ban aranyminősítést kapta. Legbüszkébbek a lengyelországi aranylíra nemzetközi versenyen elért harmadik helyezésükre. A zenekar vezetője Arnóczki Zoltán Sándor. Kompozíció érkezett a tribün elé, melynek címe Debrecenbe kéne menni. A Civis Hotel ZRT kocsiját látják. Debrecen évszázadokon át a tudomány és a művészet fellegvára volt, s kiemelkedő szerepét napjainkig megőrizte. Ugyanilyen vezető szerep jutott más területeknek is, hiszen Debrecen, Kassa és Nagyvárad fontos tranzitutat jelentett, különösen a 16.-17. Században, amikor is Debrecenben a mezőváros jelleg dominált. Erre az egykori cserekereskedelemre utal a Civis Hotel ZRT Virág Karnevári kompozíciója a Debrecenbe kéne menni című népdal felhasználásával. A virágkocsi Tamus István grafikus művész tervei alapján a Nelekker BT Nemes István lakatos mester és Antal Imréné virágkötő közreműködésével valósult meg, több tízezer száraz és élő virág felhasználásával. A kompozíció sorszáma a 13-as. Hölgyeim és uraim, fogadják szeretettel a Forgórózsa Táncegyüttest. A Forgórózsa Táncegyüttes a Lansoft Informatikai Kft. Lovaskocsiján érkezett a karnevára. A táncegyüttes 2006 őszén ünnepelte 25 éves jubileumát. A csoport nemrég tért haza a gyimesi csángók földjéről, szeptemberben pedig a moldvai csángóknál tesznek látogatást. Az együttes a Faragtár utcai Egyetértés művelődési házban tartja próbáit, 5 éves kortól egészen felnőtt korig várja a néptáncolni vágyókat. A Forgórózsától egy eszközös dél-dunántúli friss csárdást láthat a közönség. Az együttes vezetője Győri Győző, a koreográfiát Nagy Imre művészeti vezető készítette.